Hello, Bana, és egy újabb WordPress bemutatóról lesz szó ebben a videóban, méghozzá nem is akármiről, mint a WordPress 5.7-es verziójáról szeretnék beszélni, ami hamarosan érkezni fog, és újabb, mondhatni, ultra fontos változtatások lesznek benne, úgyhogy kezdjünk is bele. Nos, mint említettem, valóban fontos változtatások lesznek, és ez most nem okvetlen csak a Gutenberg és a hozzá köthető dolgokról fog szólni, hanem mondjuk úgy, hogy olyan szintű dolgokat is érinteni fogunk, amik sok mindenkinek igazi fejfájást okozott a múltban, és ezt most megpróbálják orvosolni természetesen native beépített módon többet fogok így jön lenni, egy-két pillanatban fogok csak valószínűleg átkattintani, úgyhogy kezdjünk is bele, összeszedtem a jegyzeteimet, hogy mikről szeretnék beszélni, úgyhogy kezdjük a legelső és fontos változtatással, ez pedig egy sebesség optimalizálási változtatás lesz, ugye hogyha emlékeztek rá, akkor a WordPress 5.4-es verziójában bejelentettem, amikor volt az akkori bemutató, illetve információs videó, hogy érkezik a lazy loading lehetőség a képek számára, tehát mindenféle külső gyorsító táras, meg gyorsító bővítmény nélkül, ez már native alapfunkció lesz, hogy a képek csak akkor jelennek meg, vagy töltenek be az oldalunkon, amikor oda tekertünk, és nem kell a felhasználóknak arra várniuk, hogy fölöslegesen betöltsön az oldal olyan tartalmakat, ahol még valójában nem is voltak. Na most ezt egy fokkal tovább fogják vinni, és a WordPress 5.7-es verziójában megkapjuk a Lazy Load for iFrames lehetőséget, ami annyit jelent, hogy az iframe tehát olyan, um, hogy mondjam, konyha nyelven, tehát olyan szituáció, amikor mondjuk egy külső HTML kódot vagy valamit behívunk oldalunkra, tehát beillesztünk valamit, akkor ezeket az iframe is a jövőben WordPress Lazy load fogja majd betölteni, hogyha az alap lehetőségeket alkalmazzuk, tehát ezek sem fognak fontos és értékes időt és energiát elrabolni, sem az erőforrásaidat nem fogja lehúzni, sem pedig magának a betöltési időit, illetve az oldal betöltési idejét nem fogja felnyomni magasabbra, és ezzel egy sokkal jobb felhasználói élményt fog biztosítani a látogatóit számára. A következő um, még egy pár apróság van, és utána jön majd a radikális változtatás. Viszont mielőtt tovább haladunk, annyi lenne a kérésem, hogy ha ennek a videó folyamán úgy gondolod, hogy megérdemlek egy olyat, akkor mindenképpen csapjad a szíves annak a tetszik gomnak, és iratkozzál fel, hogyha még nem tetted volna, ugyanis egyre ingszgalmasabb videók jönnek majd idén a WordPress fejlesztéseivel kapcsolatban, hiszen az 5.7-es és az 5.8-as radikálisan új világot fog nekünk elhozni, főleg 5.8, amiről majd egy másik videóba szeretnék extrákat elmondani, illetve a full site editing lehetőségekről egy külön kis mini bemutató videót mutatni, hogy mi is várható úgy nagyjából majd az 5.8-as verzióba. Úgyhogy, ha tetszik eled a videómat és feliratkoztál, akkor ezer köszönet, de meg is próbálom gyorsan kiérdemelni. Három apróságot kell, hogy említsek, ami jön még WordPress 5.7-tel, és utána jön a nagy bejelentés, ami azért sokkal fontosabb és több mindent kell róla mondanom. Az első az, hogy a WordPress adminon belül a CSS tulajdonságok és színek palettáját lényegében le fogják egyszerűsíteni egy alappalettára, így a színválaszték és a színlehetőségeket le fogják egyszerűsíteni, egy jó kontrasztos, egyszerű színválaszték, és ugye a jelenlegi accessibility szabályoknak megfelelően, megfelelő, um, annak megfelelően lesznek ezek elérhetőek. Ez teljesen hétköznapi halandó felhasználók számára sok változást egyáltalán nem fog hozni, ez főleg azoknak jók, akik ezt bármilyen formában is alkalmazták. A következő, ugye többeknek problémát okozott a jQuery frissítések, okozta bakik bug és bugok -ok a különböző bővítményekkel. Na most az 5.7-esbe tovább folytatják a takarítás részét a legutóbbi frissítésnek, ugye a jQuery 3.5.1-es verziójára, úgyhogy ezt most tovább folytatják ugye a takarító munkálatokat, és haladnak tovább a frissítési folyamatokkal. Ami még érdekes, mielőtt a lényeges témára térünk, az pedig az, hogy egy új robot API-t vagy API-t fognak bevezetni. Lényegében új lehetőséget adnak, főleg fejlesztők számára, akik szeretnék befolyásolni, hogy milyen robot meta információk legyenek közölve vagy injektálva a különböző oldalakra. Úgyhogy ez inkább fejlesztőknek lesz egy remek lehetőség, akinek ugye szüksége van erre. Mi hétköznapi halandó felhasználók ezt nem fogjuk olyan szinten kihasználni, mint mondjuk ők. Mi csak mondjuk, hogy a végeredményét fogjuk élvezni ennek. Szóval, térjünk akkor az igazán lényeges dologra, és nem is szeretném húzni vele az időt, rögtön itt helyben elmondom, hogy ez a lépés már egy nagyon-nagyon várva várt lépés volt, és erre egész ideig vagy jól kellett telepítened, a WordPress installodat, úgy, ahogyan én is tanítom ugye a WP Suli, vagy a WP Barkács itt ugye a YouTube csatornán az alapokat, mert hogyha nem jól telepíted, és az SSL certifikátes vagy tanúsítványos verziót nem úgy indítod el, akkor vagy bele kell turkálnod és szétbarkácsolnod az adatbázist egy query hogy változtassa meg a linkeket, vagy pedig egy really simple SSL, vagy egy ehhez hasonló bővítményt kell használod, ami tett róla, hogy a különböző linkek a HTTPS verziót e, alkalmazzák a HTTP helyett, tehát ugye nem biztonságos helyet, Na most ezt innentől fogva megoldották. Amit erre tudni kell, már is megpróbálom mutatni a dolgokat. Egyrészt ugye, hogyha szemfeles vagy, akkor látod, hogy van itt egy Site Editor beta dolog. Ezt majd egy következő apró bemutató videóban megmutatom, hogy ez pontosan mi is mert nem okvetlen így fog kinézni, de már most meg tudom mutatni, hogy mennyire, mennyire fejlett valamit fogunk kapni a gyárilag beépített teljes weboldal építő, vagy theme builder, full site editor, ugye a hivatalos megnevezése címszó alatt, úgyhogy erre majd mindenképpen iratkozz fel, hogyha arra kíváncsi vagy. Viszont a legfontosabb, hogy menjünk a beállításokhoz és az általános menübe, Hogyha megnézed, akkor ugye ott van a WordPress címe és a honlap címe. Na most ez, hogyha rosszul telepíted az oldaladat, akkor egyszerűen HTTP linkeket fogja alkalmazni, és hogyha kész a biztonságos tanúsítványod, akkor fogja azt mondani, hogy jéj, minden biztonságos, viszont fönt a kis picike lakat, az azt fogja neked mondani, hogy bocsika, de mixed content, vagy összekevert tartalmakkal rendelkezik az oldalad, mert az oldalad HTTPS alatt nyílik meg, a rajta levő tartalmak legjava is ugye rendbe kellene, hogy legyen, Ugyanakkor, hogyha mondjuk egy képet, vagy valami hasonlót beillesztettél előre az oldaladra, akkor azok még a régi HTTP linket fogják alkalmazni, és ezért kellett vagy az adatbázisban ugye újraírni mindent, vagy pedig, hogyha nem vagy ennyire fejlett felhasználó, vagy haladó felhasználó, akkor a Really Simple SSL nevezetű bővítményt használni. Na most ezt a problémát megoldották, és amikor átírod a WordPress címét és a honlap címét HTTPS-re, tehát hogyha csak simán ide bejövünk, és ezt a két linket átírjuk HTTPS-re, akkor a jelenlegi bétában egyébként ez már tesztelhető, ez lefuttatja azt a queryt az adatbázisodban, amire ugye haladóként tudnál csak megmondani, hogy mire is van szükséged. Tehát ez automatikusan számodra lefuttatja a jövőben a Kirit-t, és átírja az összes HTTP linket HTTPS-re, nem kell bővítményt használnod, nem kell szórakoznod az adatbázisban, nem kell csinálnod semmit sem, ezt a kettőt átírod, és ennyi volt, ő lefuttatja, ez egy native funkció lesz a jövőben. De nézzük meg egy apróságot, hogy ez mennyire is fog problémát okozni. Ott van a really simple SSL nevezetű bővítmény, amit ugye nagyon sokan használnak arra, hogy pontosan ezt a problémát javítsa nekik, de valójában ez a javítás nem javítás, mert folyamatosan ez dolgozik neked, és ez nem jó megoldás. Ezért volt fontos az 5.7-ben ez a native HTTPS átírás, ugyanis hogyha megnézed, csak a Really Simple SSL nevezetű bővítmény több mint 5 millió aktív weboldal használja jelen pillanatban, és még ugye vannak más lehetőségek is ugyan erre a problémára innentől fogva erre nem lesz szükség. Tehát, hogyha te bárhol elkezdted, és kénytelen voltál ezt a bővítményt használni, akkor ez természetesen már a múlté lesz, és nem lesz rá szükséged. Megoldották, 5.7-es verziótól rendben vagyunk. Ez volt az ultra nagy frissítés. Szerintem ez tényleg egy radikális kategória lesz, hozzárakva egy kis extrákkal de akkor nézzük, még milyen kis apróság van. Azon kívül, hogy egyébként rengeteg extra developer szintű dolgot csináltak, még ami mindenképpen fontos, ugye egy, a, még egy plusz egy frissítés, és még egy ráadásban, tehát kettő összesen, amit még elmondok, az pedig a megjelenés dátuma. Szóval kezdjük az elsővel, az pedig az, hogy a Gutenberg szerkesztőnk, ha jól emlékszem, a 9.2-es verzióját használjuk jelen pillanatban, ugye a WordPress 5.6-os verziójában, ezt az 5.7-esig szeretnék odáig uh, csiszolni és finomhangolni, hogy a legutóbbi 9.9-es verziója bekerüljön, és azzal együtt minden eddigi frissítés és finomítás, ami Gutenbergben elérhető. Tehát már a 9.9-es verzióig fogunk eljutni vele. És a megjelenés dátuma, az pedig a tervezett megjelenés dátuma, az március 9 lesz erre. Tehát van durván. Egy kicsivel több, mint egy hónapunk, ugye március 9-ig, legalábbis amikor ez a videó megjelent, ugye február uh, 1 ös lesz, amikor kiadom. Február 9-e, bocsánat, akkor kereken egy hónappal később, tehát 8-án, 9-én tudom ugye kiadni ezt. Úgyhogy orbitális méretű változások jönnek. Következő videómban legalábbis megpróbálom összeszedni az összes részletes információt. Ami jelen pillanatban kezünkben áll, ugyanis a WordPress 5.8-as verziójára, ugye ez olyan kb. ősszel szeretnék majd megjeleníteni, hogyha minden jól megy, a WordPress 5.8-as verziójában szeretnének egy MVP, vagy Minimal Viable Product elnevezéssel egy Full Site Editor-t belerakni WordPress-be. Tehát, ha minden jól megy, akkor a következő videómban szeretném a Full Site Editort bemutatni hogy hogy is áll a fejlesztés jelen pillanatban, milyen blokkok állnak rendelkezésünkre megmutatni, hogy fejléc, lábléc, 404-es oldal, különböző alapsablonokat és italában ezeket már most lehet szerkeszteni, hogyha elég bátor vagy természetesen, hogy ez még beta funkció, de vannak olyan live oldalak, ahol ezt már aktívan használják, mert nekik tökéletesen működik. Úgyhogy ezt szeretném bemutatni a következő kis mini videóban, és még egyszer elmondani, hogy ha hasznosnak találtad azt a videót, akkor kérlek mindenképpen csapja egyet adnak a tetszigomnak, iratkozz fel, és remélem, hogy találkozunk a következő videóban, addig is további szép napot, szia!